Tokajban az önkormányzat folyamatosan pályázik a belterületi utak rendbetételére, hiszen az időjárási körülmények, az elhasználódás miatt minden esztendőben szükség van egy-egy új útszakasz felújítására. A belügyminisztérium által kiírt pályázat segítségével a helyi önkormányzat 17 millió forintot nyert, amelyet a Táncsics és a Váradi utca aszfaltozására fordítanak majd. Ha az időjárás engedné, akkor a kivitelező még az idén megkezdené az érintett részek rendbetételét. A rossz állapotban lévő útszakaszok kapnak egy biztos betonos alapot, majd erre egy aszfalt réteget húznak rá. Évről évre minél több forrás kellene ehhez, hogy a belterületi utakat olyan állapotba hozzuk, hogy mindenki elégedett legyen. Természetesen most azok elégedetlenkednek, akiknek nem az ő utcája nyert ebben a pályázatban, illetve hát mi három pályázat adtunk be belterületi utaknak a rendbetételére, ugye Magyar Falu programban is pályáztunk, ott sajnos nem nyertünk, illetve volt egy másik belügyminisztériumi pályázat, ahol megint csak sikertelen volt a pályázatunk, és most nagy meglepetésünkre ebben a belügyminisztériumi pályázatban még soha nem nyertünk. Most ugye nyertünk egy bizonyos összeget két útnak a felújítására, ami nagyon rossz állapotban van, és azt gondolom, az ott lakók nagyon meg lesznek elégedve, hogy ezt meg fogjuk csinálni. Ugye egy időjárás függő, hogy most ebben az évben még ezt meg tudjuk-e csinálni. Ugye tegnap a testület döntött, hogy kiket hívunk meg ebben a meghívásos eljárásban az útnak a kivitelezésére. Szedtük ezt azért, hogy ha esetleg az időjárás engedi, akkor még ebben az évben esetleg ezt meg tudjuk csinálni, hogy a télnek már úgy menjenek az ott lakók nekik, hogy egy jó állapotú út áll majd rendelkezésre. Minden az időjárás függvénye. Ha úgy alakul, akkor ezt még ebben az megcsináljuk, ha nem, akkor valószínűleg csak tavasszal, de nagyon örülünk ennek, és hát mondanom sem kell, hogy hát majdnem minden évben ennyit, vagy még többet kéne nyerni az önkormányzatnak ahhoz, hogy minden belterületi utat egyszer rendbe tudjuk tenni, ami most rossz állapotban van, és hát egyre több olyan út van, ami felújításra szorul, és természetesen mindig azok a leghangosabbak, akiknek az utcájában nem érünk el, és nem tudjuk megoldani azt a problémát, amit jeleznek felénk, bár adna az Isten, hogy eljussunk oda, hogy mindenki meg legyen elégedve az utcájával, és mindenki jó körülmények között tudna közlekedni, illetve a lakóminősége az ugye mindenki számára megfelelő legyen, hát ha egyszer eljutunk ide. Ha az útfelújítást az idén a rossz időjárás körülmények miatt nem tudja a kivitelező elvégezni, akkor 2021 tavaszán ez lesz az első pályázat, amit megvalósítanak majd. A Váradi és a Táncsics utcában élők örömmel fogadták a beruházást, hiszen a kisebb kellemetlenségek után megújult úton közlekedhetnek autóval, kerékpárral vagy éppen motorral. A város polgármestere kéri a Váradi és a Táncsics utcában élők türelmét a beruházás miatt kialakult fennakadások, problémák miatt.